A Dunajvárosi éves rendezvénynaptár elején szerepel az újévi gála, immáron 10. esztendeje. A Sándor Frigyes Zeneiskola és az égisze alatt működő Szonáta Zeneművészeti Alapítvány már összeállította a jövő évi programot. A gála 2020. január 11-én lesz a Bartók Színházban. Ennek már hagyománya van itt a városban. Pontosan 10 éve lesz, hogy az első jubileumi, illetve hát az első gála koncertet megszerveztük. 10 éves jubileumot ünnepeljük 2020. január 11-én. Az volt a célunk, hogy a városlakókkal kicsit közelebb hozzuk a zeneiskola működését, tevékenységét, azokat a kínálókat, hangszerkínálatokat, amit itt lehet tanulni, és elsajátíthatják a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, hiszen az elmúlt 10 évben bizonyította, hogy növendék létszámunk gyarapodott, egyre népszerűbbek a hangszerek, meg maga az iskola is népszerű. És így próbáltuk ötvözni a zeneiskola munkáját, és mindig egy meghívott sztár vendéggel körítettük ezt a gála koncertet. Jól bevált forgatókönyv az újévi gálán az, hogy a koncert első felében a zeneiskola pedagógusai és növendékei lépnek fel, majd az est második felében mindig valamilyen neves együttes sztárvendég teszi még gazdagabbá a zenei élményt. Nyáron elkezdünk ötletelni, hogy ki legyen a fellépő, és lévén 10. jubileumi koncert próbáljuk mindig überelni, és most itt egy ilyen igazán nagy durranást szerettünk volna. Úgyhogy örömmel jelentem be, hogy a 2020-as újévi koncert sztárvendége a Hard Jazz Band lesz. És így van a forgatókönyv ugyanaz, tehát első felében a zeneiskola növendékei, tanárai, produkciója, illetve aztán következik a Hard Jazz Band, ami ugye hozza a 30-as évek hangulatát. Bényei Tamás zenekarvezető irányításával, aki zseniális, amikor megszólal ezen a karádi filmekben látható hangon, és megemlíteném róluk nem utolsó sorban az amerikai és a francia fantasztikus sikereiken túl, hogy nem olyan régen Kossuth-díjban részesült a zenekar, úgyhogy az egyetlen magyar jazz zenekar, ami ezt a méltó kitüntetést a pályafutások során elnyerte, úgyhogy nagyon várjuk őket. Január 11-én 16:30 egy kiállítás megnyitott, követően 17:00 indul az újévi gála koncert. A 17:30 kezdődő kiállítást a jubileumi alkalom hívta életre. Az elmúlt gálákról lesz fotósorozat Ady Géza jóvoltából, megmutatva, felidézve a remek pillanatokat. Az újévi gálára a Bartók Színházban lehet megvásárolni a jegyeket.